Ukrajna és Ukrajnán belül Kárpátalja, mint régió, különösképpen sok nemzetiségű. A vidékünkön több mint 100 nemzetiség képviselői vannak jelen, akik több száz éve békében, barátságban, együttműködésben itt élnek, és így akarunk élni továbbra is. Sajnos az ukrán politika az utóbbi időben kisebbségellenes, tapasztaljuk a jogok szűkítését. A törvények, így az oktatási törvény és a nyelvtörvény elfogadásával is ez kimutatható. Márpedig mi a jogainkért kiállunk, mert szeretnénk megőrizni meglévő jogainkat, amelyeket Ukrajna alkotmánya, Ukrajna törvényei és nemzetközi kötelezettségvállalásai is előírnak. A béke és békesség megőrzése, a tolerancia megléte a nemzetiségek között nagyon fontos vidékünk számára, hiszen a fejlődés csak úgy képzelhető el, geopolitikailag, földrajzilag is úgy helyezkedünk el, kiválóan egyébként, hogy nagyon fontos számunkra a határon túli kapcsolatoknak a megléte és fejlesztése, illetve a turizmus fejlesztése. A határon túli kapcsolatok tekintetében a nemzetiségeknek fontos szerepük van, hiszen a Magyarországon való kapcsolatokban elsősorban a magyarok révén valósítható meg, így Romániával való kapcsolatok is elsősorban a románok révén valósíthatók meg, tehát itt is fontos szerepe van a nemzetiségeknek. A turizmus fejlesztése szempontjából pedig, ami húzó ágazata kell, hogy legyen minden más gazdasági ágazatnak itt Kárpátalján, szintén fontos, hogy a belföldi turizmus mellett, amely egyébként rohamosan fejlődik, és az elmúlt időben négyszeresére növekedett a Kárpátalját leglátogatott turisták száma, a külföldi turizmus ugyanezen idő alatt felére csökkent, tehát a külhomból, úgymond más országból nem nagyon jönnek ide hozzánk, és ennek fő oka egyrészt a háborús helyzet keleten, ami úgy interpretálódik nyugat felé, mintha Ukrajnában egy háború lenne, és ez egy háborús ország lenne, ahol forró pont van, ahová veszélyes oda látogatni. Másodszorban a határátkelés gondjai és az utak rossz minősége is problémát jelent. Van, amin tudunk dolgozni, és eredményesen tudunk dolgozni, és meg is tudjuk oldani. Azonban azt, hogy az országban béke legyen, csak kívánni tudjuk, és remélni tudunk, de hogy itt Kárpátalján békesség legyen, és ezt tudjuk kisugározni és mondani külföld felé, hogy ide bátran jöhetnek, mert itt nincs se háborús helyzet, se békétlenség, és a nemzetiségek is békében egymással, barátságban és együttműködésben élnek. Ez számunkra rettentően fontos, hiszen a gazdaság fejlődése és a megélhetés lehetőségeinek biztosítása is ettől függ.